Egeresi Sándor elmondta, hogy ki kell dolgozni egy stratégiát a rossz gazdasági szociális helyzetre, amelynek része lenne a szegénység elleni küzdelem is. A dokumentumot a gazdasági kamara dolgozná ki. A kamarának a helyét és szerepét kell majd definiálni Szerbiában, illetve Vajdaságban. A gazdasági kamarának az európai modellként kéne, hogy dolgozzon és tevékenykedjen. Tehát, hogy információk mellett természetesen konkrét hatáskörökkel kell rendelkezni. Egyre több külföldi befektető jön Vajdaságba, ami fontos, még akkor is, ha általában nem nagy összegekkel támogatják a régiót. Vajdaság érdekes a külföldi beruházás előtt. Ez látszik a tavalyi adatokhoz képest, tehát ez gyakorlatilag 14%-kal nőtt. Viszont a munkanélküliség, ami probléma, a korrupció, ami jelen van a társadalmunkban, illetve a gazdasági szociális helyzet, az mondja még katasztrofális. A tartományi parlament elnöke tárgyalt a Vajdasági Gazdasági Kamara szakembereivel. Megegyeztek abban is, hogy mindenképpen élni kell az EU-s előcsatlakozás adta támogatási lehetőségekkel.